estét kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket Orosházáról, ahol a férfi kézilabda EHF kupa harmadik fordulójában lehetetlen küldetés vár az orosházi férfi csapatra. A dán Skien Hadborg együttese vendég szerepel itt Orosházán, és az első mérkőzésen a dán együttes 40-20-as nagyon-nagyon magabiztos fölényes győzelmet aratott, így a visszavágóra tulajdonképpen a tisztes helytállás és a tisztes búcsú maradt feladatként az orosházi együttesnek. Skalicki Lászlóval volt szövetségi kapitánnyal, a Mezőkövesd edzőjével nézzük a találkozót. Mire számíthatunk ezen a mérkőzésen? Hát úgy gondolom, hogy mind a két csapat a játékkal fog foglalkozni. Olyannak tekintik, hogy a játékkészségüket, a repertoárjukat téthelyzetben bővítsék, és nyilván figyelni fognak arra is, hogy sérülés ne legyen ezen a mérkőzésen. Ugye a magyar együttes a bajnokságban az ötödik helyet foglalja el, a dán csapat pedig a második pozícióban a dán ligában, tehát egy abszolút európai élcsapat látogat ide Orosházára. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy BL szintű együttes az ellenfél. Így igaz, és az Orosháza fejlődése, hogy a bajnokságban ugye egyrészt kivívta azt a jogot, hogy nemzetközi kupában is indulhasson. Másik dolog pedig, hogy ebben edződött tovább, ment két fordulón, mindenképpen dicséretes, és ezen a nemzetközi mérkőzés, ami egy BL szintű csapat, meg lehet nézni, hogy hol tart a játékkészségfejlődés a csapatnak az együttműködése, és milyen taktikai repertoárral bírnak, és szokta gyorsítani az ilyen mérkőzés, amiből aztán a hazai bajnokságban tudnak profitálni. A Skien gárdájában több dán válogatott játékos is van, ugyan akad egy komoly hiányzója a vendégeknek, előbb azonban nézzük a hazaiak összeállítását. Itt az orosházi játékos keret is sajnos nincs mindenki játékra kész állapotban, hiszen Csemász a hétközi Cegléd elleni mérkőzésen agyrázkódást szenvedett, illetve Ben Milud, aki bokkasérüléssel bajlódik, mind a ketten kimaradtak a keretből, viszont újra itt van Berta Gábor, aki a dániai mérkőzést kihagyta, ő a védelemben azért fontos szerepet tölt be mindenféleképpen az orosháziaknál, ahol Vladan Jordovic irányítja a szakmai munkát. Valóban az Orosháza most a sérülésekkel megnehezítette a dolgát mind a bajnokságban, mind az Európa kupában. Mind a két kiesett játékos belső védő, tehát nyilván itt a védőcentrum minden csapat életében hihetetlenül fontos azoknak az együttműködése, és ezt most átmenetileg pótolni kell, valamint ugye hát átlövő játékosról van szó, és olyan beállóról, és az Orosháza játéka híres arról, hogy az átlövő beálló kapcsolatra nagyon épít. Ilyen szempontból Olen Nørgaardnak egy picit egyszerűbb feladata van, egy hiányzója van Søndergaard személyében, aki balkezes játékos, ebből egyébként nincs túl sok a dán keretben. Portugál játékvezetők dirigálják a mérkőzést, tehát reméljük, hogy nem róluk fog szólni ez a találkozó, bár azért több mint valószínű, hogy a tiszteletet megkapja a dán együttes, amely, ahogy említettem, az európai rangsorban jóval az Orosháza előtt van. Igen, a portugál játékvezetők valószínű azt a játék felfogást, amit ők alkalmaznak, a játékos kézilabdát helyezik előtérbe. Nyilván ezáltal a fautok megítélésében biztos, hogy szigorúbbak lesznek. Dicsérte egyébként a dán szakvezető az orosházi együttest, de ahogy az ember ránéz a két kezdőcsapatra és a pályára érkező játékosokra, hát látszik, hogy magasságban óriási a különbség a két együttes között. Ugye Markussen a legmagasabb tagja a dán csapatnak, aki többek között az Atletico Madridban is szerepelt, 211 cm magas, hát az ő megállítása borzasztó nehéz feladat lesz, illetve hasonló a helyzet Mølgaarddal kapcsolatosan is, aki az egyik legveszélyesebb dán játékos, évek óta az egyik legjobb góllövő a dán bajnokságban. Igen, mind a kettőt ismerjük utánpótlás válogatottakból. A Mølgaard ugye itt volt a 2005-ös junior világbajnokságon. Technikás játékosok, akik a dán kézlabda stílus jegyeit magukon viselik. Az Orosháza vezetheti tehát az első támadást, és azt ígérte a hazaiak szakvezetője Vladan Jordovic, hogy azért mindent megpróbál a tisztes búcsú elérése érdekében, és a minél jobb eredmény elérése érdekében a hazai csapat. Budai teszi tovább a labdát, az első kapura lövés, és az első büntető a mérkőzésen. Orva Zoltán került a földre. Egy remek kontrajáték után a belső forgást, hogy végrehajtották az 1-2-es közötti területen, remekül teret nyert, és amit mondtam, itt a fautot úgy büntették, hogy egy kisebb fautot is már 7-2-esre ítélte. Budai Dániel csapatkapitány végzi el a hetest, és az ő góljával vezet az Orosháza. Nagyon jó kivárt, megvárta, még a kapus ellendített, és a lába alatti területet remekül célozta meg. Budai a csapatkapitány ebben az idényben már.
és az ő rutinja ezen a mai mérkőzésen is nagyon-nagyon sokat számíthat. Bölgor teszi tovább a labdát. Mikkelsen irányít ezúttal az Skjern együttesében, és Markussen már a pályán. Igen, egy jellemző keresztzárás volt, a védő oldalára helyezkedett a beálló, és a kilépő hármas védő mellett igyekezett bepörgetni a labdát, de sikerült ütemkülönbséget veszteni. Glitgord van beállós poszton a dán együttesben. Markussen megint a beállót próbálja megjátszani, és egy szép védés magyar részről terjed ki Balázs hárít. Igen, a Markussen előtt nyilván a beállózó dolgozik, az ő lövő ereje, a lövő variációi meghatározók a csapat játékában, és szélesen elmozgott, ugyanazt próbálták, viszont a Herecki remekül védte a beállózit szerint. Németh Gábor kapott közben sárgalapos figyelmeztetést, jöhet az orosházi együttes, Budai. Németh Gábor megint. Azonnal nem lehetett elvállalni, vissza kell hozni középre, Budai mezét rángatják meg. Börm volt az, aki belekapaszkodott Budai dresszébe. Marad a labda a magyar együttesnél, Budai. Szép a bepassz, de ott nagyon-nagyon nehéz befordulni. Jellemző páros kapcsolat a talajon történő patintok bejátszás által a védő mellett védő lábak között. Erre a beállók nagyon jól egyegyeznek, befordulnak és veszélyesek. Milan Mazic beállós poszton az orosházi együttesben. Szerb légiósai vannak még a hiányzó szlovén légiós mellett az orosházi csapatnak. Sajnos mellé megy Németh Gábor kísérlete. Időben visszazár az orosházi csapat, és a portugál játékvezetők az orosháziaknak adják a labdát. Jó lenne minél jobban kihasználni ezt a visszafogott dán kezdést. Igen, nehezen melegedtek be, nem érzik azt a sebességet, amivel rá kell futni a védőkre, és ebből volt ez a tétva a bejátszás, viszont az orosház remekül megkontrázta a játékokat. Budai Dániel a második büntetőt végezheti el a meccsen. Ez azonban elakad a kapus lábában. Igen, a bal oldalra levetődött, és gyakorlatilag az ott maradt lába alatt nem jutott át a labda sajnos. Nincs tehát második magyar gól. Marad az 1-0-ás orosházi vezetés. Markussen teszi tovább, megint a beállóst keresik, és hiába hárít. Herjecki büntető, és ráadásul egy 2 perces kiállítás. Igen, egy remek háromszögjátékot láttunk, ugye megint egy oldalzárása a Markussen elé teret nyert, tovább a kilépő védő mögött tovább játszotta, és az egymás mellett kilépő védők között remekül megtalálta a utána mozgó beállót. És Németh Gábor már is 2 perces kiállítást kap, az előbb ugye sárga volt a figyelmeztetés, most jön a 2 perc. Mikkelsen lövi a büntetőt, mégpedig a kapuba. Igazi vajcsukló volt, majd meg lehet nézni, hogy ütemet tart, hogy meglobálja, és abban a pillanatban, hogy a lebont a kapusra vál a fölötti területet remekül pörgeti. Letámadnak a dánok, megpróbálnak labdát szerezni. Mazic. Mazic indul el 1-1-ben, és reklamálnak a vendégek, hogy túl sokat lépett. Szerencsére a portugál játékvezetők nem így látták. Sikerül közelebb férkőzni a kapuhoz, Budai egy lövőcsel, kapufa. Igen, ezt a taktikát szokták alkalmazni, hogy letámadnak emberfölényben. Ez is nyilván a repertoár bővítése. Erjed ki újabb védése. Börm zicserét hárította, itt pedig még Budai patintott lövése, ami a kapufáról jött ki. Szép védés az orosházi kapustól. És újabb bravúr. Herjecki nagyszerű formában. Itt kezdte a pályafutását Orosházán, megfordult a Plerben, illetve Győrben is. És vészkapus orosházi részről a megkülönböztető mezben. Varsandán Áron kapja. Mazic, van egy ütemnyi előnye, jó a pattintás.
nélkül mozogtak üres területre, itt kihasználták azt, hogy a megkötött egy védőnek a figyelmét az emberfogásnál, így nem tudtak plusz védőt biztosítani. 2-1, ember hátrányban talál be a Orosháza, és a kipattanó labdát hihetetlen bravúrral Mölgord menti meg a dánoknak. Le a szélre, egy remek testcsel, ismerjük el, hogy ez nagyon-nagyon szép gól volt, még akkor is, hogyha Rasmussen elnézést kér, hiszen Herjecki feje mellé húzta a labdát. Hát kicsit lépés határ volt, igazából a határon mozgott a lépés szabálynak. Hát tudjuk be azt a tiszteletnek, amit esetleg a portugál játékvezetők a dánoknak adnak majd. 2-2 a 7. percben. Kiegészült a magyar csapat. És egy szép átlövés. Horváth Zoltán a gólszerző. Tanajról ütemen kívül Cselből remekül kihasználta azt, ugye ő neki nagyon nehéz felugrással gólt lőni, igyekszik a cselezést imitálni, és abból azonos dobókézzel, azonos lábbal engedte el a lövést remekül hosszú sorokon. Ez a harmadik szezonjai Orosházán Horváth Zoltánnak, és a magyar B-válogatottban nemrégiben ő is szerepelt, több orosházi játékos is bemutatkozott a magyar B-válogatottban. És egy hatalmas átlövés. Mölgord találata. Egyenlítenek megint a dánok. Hát ezek azok az átlövések, amivel nem nagyon fog tudni mit kezdeni az orosházi csapat. Hiába kerül rá a szélre. Hárít a dán kapus. Mölgord. Szép védés Herjeckitől. Egyelőre remek a magyar kapus. Hú de. Kockázatos volt ez az átadás. Nagyon-nagyon nyújtózkodnia kellett Németh Lászlónak. De dicsérni lehet az Orosházat, hogy fölvállalja, hogy igyekszik indításokat, lerolnásokat kezdeményezni, és ugye egy kicsit a dánoknak a álmosabb kezdését kihasználni, hogy az elején legalább a vezetést tudja birtokolni. 3-3 az eredmény. Budai teszi be középre. Mazics felé az átadás. Remek! Horváth Zoltán újabb gólja. Most egy remek oldalsós, lehet látni, hogy érezte a védő, tudta, hogy ott fog jönni, de remekül fölhúzta a lemozgó kéz fölött, remek traktikai bravúr, hogy oldalsó lövéssel. Ez egy magas védelem ellen, nyilván ezekkel kell operálni. Megint vezet az Orosháza. Egyetlen gól a különbség. Markussen érkezik. Hát igen. Igen, neki 11 méteres gólhelyzet. Nézzük meg, hogy könnyedén fölugrott szinte a labda átvétel pillanatában már az ugrást. Nem lehet kiérni rá olyan messzire, és nagyon pontosan, olyan magasról nagyon nehéz a kapusnak. Ha fölmegy, akkor az alsó területadban, ha lent marad, mint általában Herjecki, akkor a felső sebezhető. Markussen csak támadásban van pályán, nem a védekezés az erőssége egyébként a Hóri Horgas dán játékosnak. De támadásban látjuk, hogy mire képes. Jó a bejátszás, és szép a befejezés is. Remek taktikai kombináció volt a szélső befutás után. A német Gavi remekül észrevette a leváló beállót, aki nagyon jól mozgott a kimozgó védő mögötti területre. Hazics újabb gólja. Ő is két gólos, akárcsak morva. 5-4 az orosházi csapatnak. És egyelőre egyenrangú ellenfél az orosházi együttes. Markussen teszi tovább. Mölgord torpan meg egy pillanatra. Markussen, jön a bejátszás. És ott a befejezés is. Klitgård eredményes. Igen, a dán iskolában a beállójáték, itt lehetett látni, hogy labdaátvétel pillanatban már előnyt szerez az egykezes labda kezelés, és abból történő lefordulás, amit nagyon nehéz egy-egybe megfogni. 5-5 az eredmény. 5 dán játékos osztozik a gólokon. Megoszlik tehát ilyen szempontból a teher a vendégeknél. Morva. Elindul keresztbe Németh László. Budai. Budai kapja vissza. Mazics felé a bejátszás. És lekapja Pedersen a levegőből a labdát. Mölgor teszi vissza középre. Már sípolnak a portugál játékvezetők. Mikkelsen szerette volna befejezni ezt az akciót.
lehet látni, hogy azért következetesen itt egy remek oldalsó lövőcsel utáni bejátszás pattintva a beállónak. Itt egy kicsit úgy gondolom, hogy a szépségbe belehalt a beálló játékos, viszont arra fel kell készülni, hogy a következetesen nyomás alá viszik már a középkezdés után is a védelmet, tehát a dánok igyekeznek iramot menni, és minél rövidebb lefolyású játékokkal befejezést kicsit varni. És vezethet Askjern, Bögord, Markussen. Két szezont húzott le az Atletico Madridnál. Az egyikben több mint 50 gólt lőtt a BL idényben is. Azért ez mutatja a képességeit. Igen, hát nekik látszik, az Orosának többet kell megdolgozni egy gólé, ugye eleve két irányítóval játszanak, ugye Budai és a Móra mind a kettő az irányító típusú játékos, a másik oldalon pedig az átlövők helyzet kialakítás után gólhelyzet van könnyen. Orva, blokkolják a lövését, és most próbál indulni a dán csapat, Markussen már is a pályán. Mögort fordítja tovább, nagyon kicentiszte Mikkelsen az újabb lövést. 5-7. Kezd egy kicsit ellépni a dán csapat. Igen, hát pontosan erről, amiről beszéltem, hogy gyorsan fölfutnak, és 3-5 átadáson belül már valaki felvállalja. Olyan lövőerővel rendelkeznek, és olyan lövőkapacitással, ami után könnyen megtehetik. Orba. Szép! Németh Gábor vállalkozik átlövésre. Jó befejezés. Szépen elvitte a védőt, illetve a beállónak a tevékenységét érdemes nézni, és a sánc mellett remekül a hosszú sarokba. Abban esetleg talán lehet egy picit bízni, hogy a dánok is hajlamosak arra, hogy ilyen nagy előny birtokában talán nem annyira koncentrálnak, és ezt ki lehet használni orosházi részről. Igen, és most ugye vegyes védekezésre tért át az orosházi csapat, viszont itt megvan a nehézség, hogy az oldalmozgások, keresztmozgások ellen nagyobb terület van, és ezt nagyobb lábmunkával kell kivédekezni. Morten Christensen első gólja a mérkőzésen. Berta volt bent védekezésben, ő ugye többnyire csak védekezik az orosházi együttesben, és Mazic támad. Hát nincs könnyű dolga a hórihorgas dán védő között a szerbeállósnak. Morva. Budai. Ne a sarokba. Igen, a testcsel az szép volt, csak aztán a lövés sikerült pontatlanra Benis Bencétől. Igen, bizonytalan volt. Szerintem, hogyha az első ütemre belép, akkor jobban meg tudta volna karderék mozgással a kapust mozgatni, vagy ha nem mozdult volna a hosszú sarkot, könnyebben ki tudta volna lőni. Így túl gondolkodta szerintem a helyzetet. Mezőkövesdről érkezett Benis Bence. Igen, nagyon Skalicki szép. László jól ismeri. Igen, nagyon szép tavasz produkált, a csapat egyik legjobbja volt, úgyhogy sajnáltuk, hogy eljött. Dán támadás, kettő gólos vendégelőny, Mögord, Markussen. Pontatlan átadások most a zöldmezeseknél. Mögord, Markussen lement cserélni, és már elvették a portugálok a labdát, a portugál játékvezetők. Nem, valaki hozzáérhetett még, így sarokdobás. Igen, éles szemmel, itt egy lőtt passz volt a szélre, csak lehet, hogy valaki hozzáút és azáltal irányt változtatott. Innen ebből a szögből nem láthattuk. Nem is sarokdobás, hanem oldalról jöhet a dán csapat. Mögord, szép védés. Jól véd, Erjecki Balázs. Ez is bravúr volt. Budai. Berta megy cserélni. És jön Mazic. A bajnokságban mindkét csapat játszott a héten. Az Orosháza Cegléden nyert 32-30-ra, az Kiern pedig magabiztos győzelmet aratott a dán ligában. Hogy ilyen szempontból győzelemmel hangolt az EHF kupa mérkőzése mind a két csapat. Most hibák itt is, ott is. Mazic sajnos nem nagyon volt társa, akit megjátszhatott volna. Morva.
viszont dicséretes a visszafutása, hogy visszaszereztük a labdát. Talán egy kicsit azt gondolom az előrejátékban, a lerohanásokban egy kicsit a végét is meg kéne csinálni, mert csak oda viszik, mert ez a buta hibáik ár. És ez egy gyors akció Dán részről, ilyeneket a dán csapatok nem nagyon szoktak elhibázni. Vidgor találatával tovább növekszik a különbség, és időt kér Vladan Jordovic, a vorosháziak szakvezetője. Horva kezéből ütötték ki a labdát, és aztán itt a befejezés Dán részről. Igen, ez látszik, hogy minden hibát könyörtel megtorolnak. Most játszik Forgás, igen, és Igor Pász Milan, és vissza hármas négyes itt, és Stanik, ugyanez Pász Igor játszik egyet, és klasszikus Forgás, és Stanik játszik itt egyet, és után szabadon játszik, csak normál, Stanik egy itt, jó, és nagyon fontos, visszafutás. Hosszú támad, és vissza futás, fiúk! Jó? Gjerrig! Hvis vi bare er en lille smule tålmodige med at holde dybden, så kommer vi til fine skud hele tiden på de relativt flade. Når du er opmærksom på, at de kan skifte. Og forsvarsmæssigt, det er sådan noget med, at vi har sådan lidt fat i dem, og så er ikke helt alligevel. Ikke? Ja, det er godt skud op lidt. Hey, mere på dig! Kom videre! Kom så, hvem kan man få? Ja. 9-6-os előnye van a Skjern gárdájának, úgyhogy összesítésben tovább növeli a különbséget a dán csapat, de hát azt hiszem, hogy az összesítéssel különösebben nincs is értelme foglalkozni. Az első meccs 20 gólos különbsége után több helyen is változtatott a hazai mester, Vladan Jordovic. Igen, két átlő pozícióban változtatott, és ugye egy-egyre kényszerítette volna a jobb átlő Milovicot, de aztán nem sikerült megoldani. Morva, nem sikerül bejátszani a falba, Milovic, tovább kerül a labda, és büntetőt sikerül kiharcolni. Strannik János az, aki kiharcolja, ő is a tehetséges fiatalok közé tartozik az orosházi csapatban. Tulajdonképpen remélem nem sértődik meg Budai Dani, ő képviseli leginkább a rutint ebben az együttesben, és jó néhány magyar tehetséges fiatal is tanulhat tőle is többek között ebben a csapatban. Igen, meg összekötő kapocs, azt gondolom, mintát látnak, egy kicsit kovász, ami összekötő a csapatot, masszívabb lesz. Egy remek felugrásos átemelős cselet látunk, ez a modern kézilabdának egyik játékeleme. Márko Knezevics lövi a hetest, és betalál. Megvan a hetedik orosházi találat. Szegléden is nagyon-nagyon jól lőtte a büntetőket, 5-ből 5-öt bevágott, úgyhogy fontos szerepe volt a Szegléd elleni győzelemben. Az orosháza egyébként a felsőházi tagságért küzd, ez a célkitűzés tulajdonképpen a bajnokságban, és az EHF kupa szereplést, főleg a Skjern elleni meccseket már olyan bónusznak tekintik az egyesületnél. Egy nagyon szép akció, Lasse Mikkelsen pattintja a kapuba a labdát. Igen, ez nemek hátsó kerülés volt. Ez, amit mondtam, a egyes védekedésnél, ez a szélességi keresztmozgásos játék ellen nagyon nehéz lesz. Nagyon komoly lábmunkát igényel, nagyon jó együttműködést a védők között, és eléggé fárasztó is. Helycsere Strannik, illetve Milovic között. Morva irányít most az orosházi csapatban. Lekelül a szélre a labda. Pedersen hárít, de oldalt pattan ki. Új igazolás egyébként Pedersen a dán együttesnél. Nyári időszakban került a klubhoz, de korábban az Aalborgban is védett, úgyhogy ez azért nagyjából bekalibrálja az ő képességeit. Aalborg kezében a labda. Igazából nem nagyon lépnek ki mélységben, inkább oldalirányban igyekeznek tömörülni, és ott a maximum 8 méterig lehet látni, és a sáncban bíznak, illetve mögötte a kapusban. Strannik viszi közelebb, és nagyon szépen kiharcolja a helyzetet. Nagyon szépen előkészítette a betörését, és ugye a védők, az 1-2-es védők közötti területet remekül támadta meg. Jó indulókészséggel, ami mindenféleképpen dicséretes. És ugye kiharcolt egy hetest,
meg lőtt egy gólt Strandig János, úgyhogy jól száll be a mérkőzésbe. A fiatal kézilabdás junior válogatott egyébként 19 esztendős mindössze. Bögord. Érezte Herjed ki, hogy hova jön a lövés. Egyelőre ő a magyar csapat egyik legjobbja. Borva. Dicsérni kell a védőket, és azért bocsánat, mert tényleg szépen oda vezették a lövőt, tehát remekül oda helyezkedett. Ez látszik, hogy a kapus és a védő együttműködés az nagyon precízen kiment át az Orosházi játékában. 8-10, kettő gólos dán előny. Borva. Szerintől László érkezett beállós poszton az orosházi csapatba. Milovic. Milovic akadt fenn a falon. Tulajdonképpen őt Jordovics edző fedezte fel, és ő irányította a kézilabda pálya felé. Ilyen szempontból szoros a kapcsolat a lövő, illetve a csapat vezető edzője között. Sajnos ez a kísérlet mellé megy. Egyből az indítás Dán részről. És egy nagyon-nagyon tehetséges dán játékos Bjarke Christensen góljával tovább növekszik a különbség. Szerencsére Strandig újabb találata. 9-11. Igen, egy nagyon komoly lótásfutás volt most a pályán. Igazából igyekszik a Jordovics mester ugye cserével frissíteni a csapatát, hogy ezt a iramot tudják bírni, és hogy minél tovább úgy maradjanak meccsbe, hogy esetleg a végéhez is ott legyen, hogy a mérkőzés ne dőljön el korán. Nagy kérdés azért, hogy erővel is hogy bírja majd az orosházi együttes. Mert bár kétségtelen, hogy ide Orosházára sem bő játékos kerettel érkezett a Skjern csapata, de nagyon-nagyon minőségi kézilabdázói vannak a dán együttesnek. Igen, egy BL szintű csapat mondhatjuk szerintem, tehát egy azért nyilván egyértelmű, hogy ő az esélyese, és az Orosház, hogy így meccsben van, ez mindenképpen őt dicséri. Még egyel tovább, és szép védés megint Herjeckitől, sőt aztán meg is menti a labdát. Bjarke Christensen kísérletét hárította. Igen, tulajdonképpen a csapat egyik legjobbja. Nagyon szépen hárít bravúrokat, mellett a kötelezőket. Tehát azt gondolom, hogy ilyenkor jó egy védelemnek, mert bizton számíthat a kapusára. Kiment egyet kortyolni az orosházi kapus Tibor Ivaniseviczhez, aki a helyettese. És hát tulajdonképpen a hatodik idényét tölti már az orosházi csapat kapujában. Villámgyors akció, a kapufa most segített a magyar együttesnek, viszont van egy 2 perces kiállítás és egy büntető az akció végeként. Igen, hát nemzetközi szinten, hogy ez a hátulról oldalról történő, itt ahogy elverték, és utána ez az oldalról, ez a soft ugyan, tehát egy ilyen lágyabb lökés, de ezt tiltják, tehát ezt nagyon szigorúan büntetik, és amiről beszéltünk az elején, ez itt most megvalósul. Mikkelsen lőheti a büntetőt. És betalál. Igen, cselesen lőtt egyből szűken a derék mellett, ott a kéz és a láb közötti területen, illetve bocsánat, a válla fölött, tehát nagyon, nagyon pontosan, hihetetlen jó csuklóval rendelkezik. 6 gólt szerzett az első mérkőzésen Mikkelsen. Szép! Van egy-két kifejezetten jó teljesítmény az orosházi csapatban. Milan Mazic ünnepelteti egy picit a gólját. Igen, beálló játékoshoz képest remekül átemelte a védőjét, remekül egy-egyezett szemből is, úgyhogy mindenképpen dicsérni kell. Markussen teszi tovább a labdát, és sikerül még időben megállítani az akciót. Nem nagyon barátkozik Németh László, illetve Börm. A játékvezetők próbálják egy picit csitítani a kedélyeket. Igen, a karolást igyekeznek, tehát eddig nem nagyon volt jellemző, nem engedték, hogy a karolást, tehát a játék idegen, hanem inkább a labda megszerzésére történő tevékenységet engedik. Markussen teszi tovább a labdát, és újabb dán gól. Klitgård a szerzője. Második ütemben tudtam betenni, mert érdemes megnézni, és forog bejátszással.
oda tesz és remekül az induló láb mellé pörgetetett. Érdemes nézni a lövés befejezéseket, amit a Alkar és a Csuklóval művelnek, vagy tudnak ezek a dán játékosok. Mindenféleképpen látszik a komoly iskola. Megint vészkapus Orosházi részről, Morva vette fel a megkülönböztető mezt. Beterelik a folyósóba Milovicsot, ott nem is sikerült ellőni a labdát. Közben Varsandán Áron a pályán. Nagyon-nagyon rövid időt töltött csak a pályán, és Melgord is meg kellene, hogy kapja a kettőperces kiállítást, meg is kapja ezért a lökésért. Hasonló volt, mint a orosházi játékos kiállítása az imént. Következetesek a játékvezetők, és ugye most 5-1-es védekedésre váltott, nyilván föladta, hogy látta, hogy nem megy ez az emberfogás, úgyhogy az edző kollega ugye váltott 5-1-es védekedés, de a előlévő Melgord ugye már lekésett, és fölöslegesen akciózott, is szemből találkozott vele egy ember. Ez amikor túlvédekezi valaki magát, vagy túlviszi a lendülete, a lelkesedése. Három gólos dán előny, és azonos létszám, de jó másfél percig ember előnyben lesz majd az Orosháza. Németh László, ő kapja vissza a labdát Milovicstól, és sajnos bent középen a falban láttak szabálytalanságot a portugál sporik. Elveszik a labdát. Hát az elzárások azon mindig véleményesek, ugye itt a támadónak, a beállónak az alaphelyzete, a különböző tartása, a kézhasználat. Tehát ez egy nagyon nehéz, itt most elejét akarják venni a mezfogásnak, a takarításnak. Jörgensen érkezett a pályára, Rasmussen, Jörgensen. Ember hátrányban most a dánok, és egyelőre Bjarke Christensen lövéseit olvassa Herjed ki Balázs. Strandig. Varsandán teszi ki a sarokba. Varsandán újra Strandig. Strandig lövését blokkolja Rasmussen szabálytalansággal együtt. Igen, itt talán itt a jobb oldalon már lehetett volna, itt nem volt fölény, viszont a védővel szemben. Talán tovább teszi, kicsit túlvállalta magát. Másodperc még a dán kiállításból. Milovic. Lépéshibát fújnak a portugál játékvezetők. Rég ezt kérte tőle a Jordovics mester, hogy ugye egyezzen. Itt most lehet látni egy leütés után egy átemelőst. Érzésem szerint nem volt lépés, vagy határom volt pontosabban, de inkább szűkebben értelmezik a lépésszabályt. Sajnos nem adják meg tehát a gólt, marad a három gólos különbség. Mikkelzenre lépnek ki. Egy picit jobban az orosháziak, közben Herjed ki újabb védése. Strandig. Harsandán. Szép védés Pedersentől. Igen, ezek a sablonlövések. Itt érdemes megnézni, hogy a védelem hogy tolódik és helyezkedik. Ott az elzárás mellett a lövés, de igazából ott a beálló fölött remek kézmozdulattal ez a vetődő mozdulat. Itt viszont látszik, hogy egy-egyben megverte, viszont a Herjecki nagyon stabilan áll, tehát a pozícióját nem adta föl, kivárt, és az ő sikerét hozta. Úgy vélte egyébként Herjecki, hogy stabilabb az orosházi csapat, mint tavaly volt. Tavaly ugye nem sikerült a felsőházi szereplést és eredményt elérni az orosházi gárdának. Most viszont nagyon-nagyon szétszették a dánok a védelmet, és Bjarke Christensen ezt már nem rontja el. Gyakorlatilag tényleg ajtóablak helyzet egy volt előtte. Egy faultból való passz remekül lehet látni, hát a fault utáni megoldás, viszont a védelem nem kontrollálta a tovább folytatását a játéknak. Oldalról kellett volna tolódni, és inkább a széleket feladni. Megint egy kis kortyolás Herjeckitől a kispadnál. 9 védése van Herjeckinek, ez mindenféleképpen dicséretes teljesítmény. Strandig. Milovicsal a helycsere. Strandig! Ő is megünnepli egy kicsit a gólját. Igen, lehetett látni, hogy a sablonra készül a keresztlövésre a kapus, és illetve gyorsan lövi ott a szűken a fej fölötti terület köré, és ez meglepte. Remek befejezés, kap egy kis dicséretet a szurkolóktól is Janika, és jön a dán csapat megint. Majd de kár érte, félig meddig ott volt már Varsandán kezében a labda.
Ez pedig befelé perdül Jörgensen lövése után. A nyitott védekezésnél ez egy veszély, ugye a hátsó középnek a derekánál való lövés itt a test mellett. Itt lehet látni, hogy elkésett, és későn látja meg a kapus, ugye Erecki már utána tudott csak vetődni. Tehát nem képes volt, nem tudta a lövést előre kontrollálni. A lövési hatékonyság egy kicsivel jobb a Skjern gárdájánál. De hát ez az eredményből is nagyjából kitűnik, még akkor is, hogyha Herjecki tényleg jól véd. Strandig ellen a szabálytalanság. Igen, és ez azt mutatja, hogy általában eltalálják a kaput, tehát nincs kapufa mellé, tehát eléggé pontosan lőnek kapufelületre. Hansen érkezett védekezésben a dánoknál. Próbálja azért valamennyire forgatni Hollenørgaard is a csapatát. Pedersen hárít, és a kipattanóért van hatalmas csata, sajnos két magyar játékos is lemarad egy kicsit. Hansen nagyon szerette volna ellőni, de odaérnek az orosháziak. Az utolsó két percen belül vagyunk az első félidőben. Még egy kis koncentráció kell itt a végére. Összességében úgy gondolom, hogy ez a négy gól elfogadható különbség a mutatott játékban is. Akadtak biztató jelek, azt tudtuk, hogy a Skjern azért jóval nagyobb játékerőt képvisel, mint az orosháza. Itt Kelsen, és közben elveszik a labdát a dánoktól. Hát, ha lehet egy gyors akciót vezetni, Harsandán. Milovics, Harsandán került a földre. Azt mutatja a magyar játékos, hogy a mezét rángatták. Van benne némi igazság. Sajnos nincs komolyabb büntetés. Strandig. Németh László. Harsandán kerül a földre. Igen, egy üres helyszerű utáni egyegyezést láttunk a jobb kettes védő pozíciójában. Talán kicsit közel került a védőhöz, és nem tudott oldalirányban előnyt szerezni. Milovics, Strandig. Ezt most érezte nagyon Pedersen, hogy hova jöhet. Igen, ez a kedvenc lövés formája, nyilván ő is, neki is van videója. Egy hosszú átadás után a jobb átlövőtől a beálló megosztó tevékenysége folytán tudta ellőni, de így is azért a védőnek a zavaró tevékenysége látszott, hogy nem tudta igazán a lövést variálni, csak egy síkba tudta lőni. Három gólt lőtt Strandig egyébként a dániai mérkőzésen. Ezzel ő volt az egyik legeredményesebb magyar játékos. Jön a túloldalon a válasz. Mikkelsen bombázza szét a kaput. Harsandán. Milovics hozza keresztbe, Strandig. Büntető az ítélet erővédekezés miatt. Nem nagyon érti Rasmussen, hogy miért. Ő azt mutatja, hogy jó helyen védekezett. Nézzük meg. Hát, most ezt tudjuk be a hazai pálya előnyének. Igen, hát volt egy ilyen magyarázat erre, hogy ütközés után, amelyik leér hamarabb, hogyha a védőért, itt már pedig ő ért le hamarabb, ezért ugye a 7 méteres, tehát ezt valóban sokféleképpen lehet értelmezni. Most 7 méteresre ítélték a játékvezetőt. És időn túli büntető. Knezevics lövi ezt is. És bepattintja. Marko Knezevics büntetőjével, tehát 4 gól a különbség a szünetben. Ahogy már említettük, az orosháza mindent megpróbál, ez körülbelül erre elegendő az első félidőben. A dánok így is magabiztosan vezetnek összességében, a továbbjutás pedig már az odavágón eldőlt. Félidőben tehát 16-12-re vezet a Skjern orosházán, innen folytatjuk majd rövidesen.
Kedves szurkolóinknak egy kis ajándékkal kedveskedik a Lorch Adams Tánccsoport, akinek tetszett a produkció és kedve támadt a tánchoz, kaphat egy ingyenes bérletet. Újra itt vagyunk tehát Orosházán, ahol a Szkjern vendégszerepel EHF Kupa mérkőzésen. Az első félidő gólszerzői, aztán Mikki Elzen lőtte a legtöbb gólt, öt elő a legeredményesebb, de Mazic, illetve Strandik 3-3 góllal ott van a nyomában, akárcsak Lidgor. Ugye említettük már, hogy gyakorlatilag a sorsolás pillanatában nagyjából eldőlt ez a továbbjutás kérdése ebben a párharcban, hiszen a dán csapat, a dán élvonal legjobbjai közé tartozik, az Orosháza pedig a középmezőnybe igyekszik a magyar mezőnyben. Így is dicséretes egyébként az orosháziak eddigi menetelése, hiszen két ellenfelet sikerült búcsúztatni az EHF kupából, egy moldovai vetélytársat, illetve egy belga együttest sikerült legyőzni. A moldovai csapat egyébként lemondott a pályaválasztói jogról, úgyhogy mind a két meccset itt Orosházán rendezték. És hát ahogy többen is hangsúlyozták orosházi részről, elsősorban azért a bajnokság lesz fontos, erről pedig Skalicki Lászlónak személyes tapasztalata van, hiszen járt itt a mezőköves, de igen, ráadásul eléggé el is vertek bennünket 27-20-ra. Igazából a védekezés volt azon a mérkőzésen jó, nagyon a Herjecki szintén remekül védett, jól olvasta a lövéseket, és a lövő-beálló kapcsolat, amiből ma is azért láttunk, hogy a beálló tevékenység révén megjelenő áttörések, illetve húzások. Az Orosháza játékát jellemzi a több taktikai tevékenység, egymásra telepítése, keresztmozgások, elzárások. Tehát egy kombinatív kézilabdát játszik, amelyben nagyon nagy szerepe van a csapatnak, és utána épít az egyéni képességekre, az egyegyező képességekre. Tehát ezt jól ötvözi. Ugyanakkor jellemző rájuk az még, hogy nagyon stabilan tudják idegenben is a játékokat a magyar bajnokságban megvalósítani. A dánok egyébként az EHF kupában eddig egy pár harcot tudtak le, a Mergenc ellen győztek, úgyhogy mind a két mérkőzésen 36 gólt szereztek. Hát nagyon-nagyon gólerős az együttes. És hát Szegedről is vannak érdeklődők természetesen. Elképzelhető, hogy játékosokat is jöttek megfigyelni, tehát ugye sok minden benne van, nem tudni persze, de hát nyilván az is, hogy érdekli őket, hisz van egy szabad hétvégéje a Szegednek a következő heti BL fordul előtt. Ugye rangadó vár a BL-ben a szegedi csapatra, hiszen a Kijelce vendég szerepel majd a Bolfix Szeged otthonában. Most azonban vissza az orosházi mérkőzésre és az EHF kupához. Gyakorlatilag közel, karnyújtási közelségben a dán csapat a csoportkörrel kapcsolatosan, megint egy hatalmas lövés és egy bombagól. Morten Christensen szerzi a második félidő első találatát. Nagyon azért nem lazít, úgy tűnik a gyeplőn a dán együttes. Morva. Nezevics. Nezevics hozza keresztbe. Kilépnek a dánok, és Klitgård állítja meg az akciót. Ő egyébként az egyik legrutinosabb tagja a dán csapatnak. Igen, most mélységben jobban kijöttek, megállítják, széttördelik a játék folyamatosságot, akadályozzák. Passzív játékot jeleznek a játékvezetők, viszont sikerül befejezni az akciót, meg van az első akciógólja Nezevicsnek. Talán le lehetett volna halászni azt a labdát, egy picit bátrabban léphetett volna ki Pásztor erre az átadásra, ami talán nem volt még pályán. Egy nagyon szép szélsőbe futás utáni helyzet, ugye mindig új lendületet ad az átadással szembeni befutás, most is ezt láttuk. Itt viszont a védekezésnél valóban, hogyha bátrabban ki tud jönni halászni, akkor el tudta volna vinni a labdát. Nagy lendülettel érkezik a dán játékos, viszont a labdát elhagyja. Azt mutatják a
portugál játékvezetők, hogy az egyik orosházi játékos lábához is hozzáért. Kár érte, mert Hansen ezt most elszórta. Hát igen, ahogy fölvette, talán ott a lábához is hozzáért. Onnan lehetett esetleg látni. Picit szigorú ítéletnek érezzük ezt most talán. Tárkányi Bence is bent van orosházi részről. Jó védekezés megint a hazaiaknál. Sajnos visszazárnak a dánok, egy remek passz, és ott az újabb orosházi gól. Éppen Tárkányi Bence a szerzője. Ismét egy remek szélsőbefutás, remekül ment előre a hármas egység, úgyhogy most viszont a Mölgár elkapkodta a lövést. Igen, ő egyébként a dán válogatottban többnyire csak védekezik, ugye ez is mutatja többek között a dánok játékerejét válogatott szinten. Hát igen, ahol egy Mikkel Hansen van, ahol egy Spellerberg van, ott azért nehéz labdába rúgni. Jöhet az orosházi együttes. Nagyot esik Nezevics. Börm nem tesz túl sokat a dán-magyar barátság, vagy a dán-szerb barátság érdekében. Kap egy 2 percet. Nem is biztos egyébként, hogy a szabálytalanság, inkább a harciaskodás miatt, nem? Hát én is úgy érzem, hogy kicsit túl reagálta a dolgokat. Tehát itt lehet látni, hogy hozzányúl, illetve hát ő azt nehezményezi, hogy rájátszott a támadó, és de tény, hogy volt egy. Itt viszont egy remek megelőzés, ez megkerült a beállót, és remekül itt pedig az előző befutás. Tehát remek technikai, taktikai elemeket látunk. Roland Örgård kap egy sárga lapot, csak addig reklamált a dánok szakvezetője. És sikerülhet még közelebb férkőzni. Ugye 4 gól volt fél időben a hátrány. Újabb találattal közelebb lehetne kerülni, de nem sikerül. Nagord volt kedvező helyzetben a kipattanónál, és van annyira rutinos, hogy ezt megoldja. Igen, és most tulajdonképpen egy fautost engedett el a német Gabi. Talán egy picit gyorsabban tudja meglőni, akkor a fault előtt tudta volna, így belekényszerítette magát abba, ahol a kapus már ott várt a lövés. Több mint 1 perc még a dán kiállításból. Morten Christensen van most középen a dánoknál. Mölgord. Nezevics lögdöste őt kifelé. Passzív játékot reklamálnak a hazai szurkolók. Valóban elég messzire a kaputól a dán csapat. Érzi ezt. Christensen el is indul. Egyelőre nincs fent a játékvezetők keze a levegőben. Most már igen. Morva szabálytalankodik. Lehetett látni, hogy fautra játszanak. Igazából nem akarnak ők semmi más, mint az időt tölni, és a fautokért oda mennek. Hansennek próbálják meg lekészíteni. Hansen! Áj, de kár érte! Igen, egy 2-es leszorítás után nagyon könnyedén, és látszik, hogy könnyű keze van, hihetetlenül, és nagyon gyorsan lő, nagyon nehéz a kapusnak ilyenkor a dolga. Újra 4 a különbség, és sajnos nem valami jó boldogult ezzel az ember előnnyel most az orosháza. Ez pedig egy visszahúzás, ez is 2 perc. Igen, látszik, hogy ami nem a labdára irányul, hanem inkább az ellenfélre, a karra, azokat következetesen 2 perces büntetésekkel sújtják. Itt is lehetett látni, hogy ugye nem a labdához akart, hanem csak a támadóhoz nyúlni. Klitgård az újabb kiállított játékos, néhány másodpercig 2-es ember hátrányban a dánok, de szép volt! Két orosházi szélső hozza össze az újabb gólt, Tárkányi Bence a találat szerzője. A fiatalok hoznak egy kis plusz lendületet az orosházi csapat játékába. Igen, egy kis látványelemet bele ebbe a mérkőzésbe, ami jót tesz neki.
Mølgaard. Hansen teszi hátra, Mølgaard. Igen, ez is egy jellegzetes figura volt, hogy a szélső kifele beugrik, és rögtön a mellette lévő átlövő is már érkezik. Sok csapat alkalmazza. Hansen. Hansen fogja meg Szejtől. Morva vinni el a labdát. Egy perc eltelik az újabb kiállításból is. És ha kell, azért látszik, hogy a dánok is tudják ölni a játékot. Igen, nagyon hát jól játszanak kár. A ritmussal, tehát olyan szempontból, hogy ha kell, gyorsítanak, ha kell, lassítanak. Tehát ez mutatja, hogy egy jó csapat ennek a ritmus képességnek a birtokában van. Marko Knezevics kap közben 2 perces kiállítást, mert túl közel volt a szabadobás elvégzésének pillanatában. Ezért nagyon nagy kár most érzésem szerint. Hansen! Herjecki újabb bravúrja közben, és megvan a kipattanó is. Pásztor gyűjti be a labdát. Morva. Jut az 5 ellen. Tárkányi. Tárkányi pattintott átadása, remek befejezés. Szejtül László a gólszerző. És Tárkányit is dicsérjük meg. Ő is 2 gól után egy szép gólpaszt ad. Szejtül a befejező. Igen, oldalzárás, remekül túlfut a védőn, ott hagyja a labdát. Ez egy tudatosan begyarkolt páros kapcsolat, zárás-leválás. És 2 gól a különbség. Herjecki védése, viszont büntető és 2 perces kiállítás lesz belőle. Szejtől László az, akire rámutatnak a játékvezetők. Kapus cserél az Orosháza, jön Tibor Ivanisevics. Igen, itt a leütés előtt most vesztett, tehát oldalmozgás helyett, ugye abban a pillanatban is már a nyakát kapta el. Igen, ez következetesen büntetik nemzetközi szinten. Az Ivanisevics 7-es specialista általában ő szokott jönni. És meg is fogja Mølgaard büntetőjét. 1 gólra felzárkózhat az Orosháza itt a második félidőben. Csak hogy most létszám fölényben a dánok. 2 ember előnyben ráadásul. Ezt onnan meg kell próbálni, és bent van. 2 ember hátrányban Tárkányi Bence gólt szerez. Igen, a fiatal játékosok bátran vagányul kézilabdáznak, ez örömteli. Tehát így is kell fölfogni, hogy nemzetközi meccsen játszhatok, öröm, és nem a szorongás látszik bennük, hanem a játékszenvedély. Mondjuk tegyük hozzá, hogy a dánok is ugye megpróbálnak fiatalítani a mai mérkőzésre, és mindenki lehetőséget kap. Mølgaard azonban már ezt a lövést túlságosan is helyezi. De ez persze legyen az Kiern szurkolók baja. Egyenlíthet az Orosháza a második félidő 9. percében. Most már csak szimpla ember hátrány, és Varsandán jön a megkülönböztető mezben. Morva indul el, és ő megy be a...